Osvát. Töredékek a legendából. Hangjáték a nyugat íróinak visszaemlékezései alapján. Közreműködik Kovács Adél, Gálfi László és Schneider Zoltán, valamint Mácsai Pál, Bálint András és Csúlya Imre. Kész vagyok. Első mondat. Osváth Ernő, a Nyugatnak alapítása óta szerkesztője, s az új magyar irodalom igazi vezére 1929. október 28-án meghalt. Ez tényszerű. Pontos. Akkor rendben? Kicsit hosszú. Második és harmadik mondat. Búcsú levelében azt kívánta, hogy temetésén csend legyen, sírja jeltelen maradjon, és a Nyugat ebből az alkalomból csak annyira foglalkozzék vele, amennyire az elengedhetetlen. Ezt a parancsot a Nyugat egy néma számával teljesítettük. Mindenki tudja, hogy kihagytunk egy számot. Az olvasóink tudják, de idézhetünk a búcsú leveléből. Barátaimat kérem, ne beszéljenek, ne írjanak rólam. A Nyugatot is, hogy szorítkozzék az elengedhetetlenre. Igen, ez ő. Érzékeny félénkség, túlhangsúlyozott önérzet. Ne gyűlölje már szegényt. Én csak azt sajnálom, hogy nem szeretett senkit. Még saját gyászát sem. Mindannyiunkat szerette. Még magát is. Igaz, néha megdicsért. Fájdalmasnak mondta azonban, hogy nem tud boldogulni velem. Ami azt jelenti, hogy nem tudott ráverni a maga szemléletének propagálására. De várta, hogy megjavuljon. Önkényesen, anélkül, hogy megkérdezett volna, beleegyezem-e, megváltoztatta egy novellám címét. Tudjuk. A következő novellámat nem fogadta el. Olyan könnyedén adta vissza, ami becsületire válik egy kultúrszadistának is. Ezt is tudjuk. Egy novellám visszautasítása a New York karzatán történt. Ezt kérem, visszaadom. Én nem vagyok az ilyen naturalista pepecselés híve, mondta Osváth. Egy szót sem szóltam, hallgattam. Mind a ketten hallgattunk. De azután izgalom öntött el Osváthot, és ingerülten azt mondta. Kérem, nem művészet a társadalom arcába köpködni. Én erre otthagytam. Még most sincs magában megértés. Miért nem volt elég Osváthnak az a szempont egy írás közlésénél, hogy az írója tehetséges-e? És ez az írásá meglátszik-e? Az volt. Persze, persze. Csak azzal a ki nem mondott kiegészítéssel, feltéve, hogy az író egész társadalmi rendünket lényegében szolgálja. Ezt most honnan veszed? Osváth jubileum, az 1923-as emlékszám. Dóczi Jenő írása. Kell most nekünk Dóczi Jenő? Nem kell. De amikor Osváth azt mondta, írjon már nekünk valami szépet, azt válaszoltam. Én nem szépet akarok írni, hanem jót. És szükségképpen az írásomba belekerülhet sok minden, ami az újságolvasó közönség ízlését sérti. De igazat írni, ez az író egyetlen feladata. És az író akkor írja az igazat, amikor a valóságot híven ábrázolja. A valóság ábrázolása, azaz ismertetése aztán majd elvégzi a maga munkáját. Jut eszembe. Dóczi ízlésére jellemző, hogy a legszebb magyar költeménynek a Szondi két apródját tartja. Immár Födi vállát, bíbor színű kaftán. Ez az én kedvencem is. Ja. Az igazsághoz tartozik, hogy én már mindent megbocsátottam szegény Osváthnak. De azokat a kiváló képességeket, amelyeket a hódolói tulajdonítanak neki, nem ismerem el soha. Ezt már mondta. Hogyan is szerkesztett? Első lépésként a felfedezett, kiválasztott szerzőknek üzenetet küldött, majd kérte összes műveiket. Az első írásokat kritika nélkül a leggyorsabban, mint egy csalétekként közölte. Majd következett a hosszas várakoztatás, a hirtelen jött önbizalom letörése. De ki mondta önnek, hogy előbbi írásai jók voltak? Az
eljárás miatt értetlenkedő szerzőket így hűtötte le. De ki mondta önnek? Hogy előbbi írásai jók voltak. A megtöretés részeként sok esetben gyakran már befutott szerző kéziratát is elutasította. Adinak is többször adta vissza írását. És mi volt Adi válasza? Én már nem merek szigorúságotoknak írni. Folytatom. A szótlan cselekedett emberéhez, akinek hallgatása szigorúan állt ört minden szavunk mögött, talán legméltóbb tisztelgés ez az ünnepi némaság. Mint a fájdalom szívdobbanása kihagy, mint a munkás gyásza jeléül megállítja gépeit, mi munkatársai úgy tettük le tollunkat egy percre, hogy annál izzóban emlékezzünk rá. Mi volt ő nekünk? Mi volt ő nekünk? Nem életrajzi anyag, hanem élő akarat, amely 2,5 évtizeden át napról napra dolgozott és küzdött velünk, és érettünk. Egy nyomtatvány hátlapján kusza ceruzavonalakat találtam. Ekkor tájt jártam először a lakásán. Ott akadt a kezembe az a karton papír. Írók neveit olvashattam azon alapon, számokat, meg két feltűnő szót. Az első pénz, és mellette vastag, szinte a papírba vésett írással a második. Ági. Osváth felesége akkor mesélte el, hogy egy zongoratanárt fogadtak, aki ingyen tanította Ágit zongorázni. És ezt a zongoratanárt vádolta a kislányuk tüdőbajának kialakulásáért. Mert hogy kiderült a tuberkulózisa, és hogy piszkos kézzel fogdosta a kislány kezeit. Emlékszem arra, amikor Havas Gyula sírjánál mondott beszédet. Nyilván ideges volt, így kezdte. Búcsúzzunk el most kedves barátunktól, Tóth Árpádtól. De hát a nagybeteg Tóth Árpád ott állt mellette. Osváth észlelve ezt, dadogva javította ki a hibát, és végigmondta a beszédet. Csak karintére vetett felhorkomba. Félre kellett bújnia. De mit akar most ezzel? Nem, ezt a történetet nem írhatja meg. Nem, szó se lehet én róla. Én csak arra gondoltam, a lélek jelenléte óriási volt. Egyébként sosem írok nekrológot. Ezt is meghagyom maguknak. Tudjátok, hogy Németh László városszerte mesélte. Egy kültelki írószoba falán ott találtam a fényképét a Krisztusé mellett. Hát igen. Ezt a fényképet nálam látta Németh László. Akkoriban árnyékként követtem őt mindenhová. A direktórium új szakszervezet alakuló ülésétől kezdve, ahol megismertem még 19-ben, a kommün idején. Ezt a gyűlést Osváth vezette, és ilyeneket mondott, jövőbeli munkánknak az írói szabadság, a kritika függetlensége és az írói egzisztencia biztosítottsága kell, hogy alapját képezze. Mert sem ezek a kérdések, sem az irodalom maga, amely a jobb lehetőségek megálmodása, a jövőbelátás és mint ilyen az emberi haladás folytonosságát szolgáló társadalmi tevékenységek fényszórója kell, hogy legyen. A jövendő társadalmában még nincs. Ezeknek a jegyében kell szakszervezetünket megalakítani. Az elv az, hogy aki valóban írói munkát végez, akinek az írása fő foglalkozása, vagy ha kevesebbet foglalkozik is irodalommal, de irodalmi munkásságot végez, bekerülhessen a kataszterbe. Osváth minden vitakérdésben a nyugatosok érdekeit képviselte. Kassák egyszer fel is szólalt ez ellen a részlehajlás ellen, amire Osváth elvesztette az önuralmát. Kiabált, ütötte az asztalt, hogy így is jelentőséget adjon szavainak. De másnap kezet nyújtott Kassáknak, és megállapodtak, hogy elkerülik az egymás közti veszekedéseket. Kassák így mondta. Osváthot a való élet realitása, mint minden polgárt, mélyen megdöbbenti.
nem politikai érdemeiért, hanem szerkesztői kvalitásaiért került az írói direktórium élére. Mert minden becsületessége ellenére Osvárt csak mint polgár képzeli el a forradalmat. A szabadság, egyenlőség, testvériség szép jelszavai csengenek a fülében. Mondta Kassák. Föst Milán írta a naplójába, talán valamikor a kommün bukása után. Ma fennjártam az izraelita hitközségnél, hogy a védelmi intézkedésekhez a munkaerőmet felajánljam. Ott volt a jó Osvát is. Az ő szimpatikus ragaszkodása minden iránt, ami igazságos, együttérzése mindazzal, ami szenvedő és elnyomott, örök szolidaritása az emberi nyomorúsággal nagyon meghatott engem is. Nem csak Füst Milánt. Engem is. Tegyük fel már végre a kérdést. Vajon miért nem írt Osvát szinte semmit? Semmit? Hogy? Aforizmák az elégedetlenség könyvéből. Írta Osvát Ernő. Tessék, itt van. Ezt is lehozhatnánk. Ó, hogy az élőkben nem tudjuk megbecsülni, hogy ők is meg fognak halni. Úgy bíráljuk őket, mint a végtelent, csak aztán söpri össze emlékezésünk a fitymált szavakat, elítélt tetteket, mikor már nincs tovább. Fitymált szavak? Mikor már műemlék, csak műemlék minden. Szerintem Osvát ezt most ki áthúzná. Miért is, hogy minden humanizmusunk archeológia? Aha. Áthúzunk egy mondatot, és észre sem vesszük, hogy ő törölteti velünk. Tervezgetünk valamit, amiről azt reméljük, hogy talán neki is tetszeni fog, ha sikerül. Döbbenetes ez a változatlanság. Csodálatos a szellemnek a testtől való függetlenség. Megismétlem. Miért nem írt Osvát egyetlen igazi regényt vagy verset? Olyan magasra emelte a tökély mércéjét, hogy az szinte elérhetetlen lett. Másoktól is sokat kívánt, de önmagától már-már a lehetetlent. És milyen szépen írt az aforizma könyvről Babits Mihály. Kis könyv is nagy lehet belülről. A kritikusnak meg kéne kérdezni, irodalmunk jövendő törzsműveinek egyikét tartja a kezében? Vagy csak töredékes, melléktermésszerű adalékát egy eltűnt életnek, mely papír helyett inkább egyenesen a lelkekre írt? S mások művein át építette magát a jövőbe? Azon a kegyeleten és szereteten, melyel Osvát könyvét bibliotékánk polcára helyezzük, alig változtathat a kérdés válasza. Mi nő az aforizma műfaj értéke? S Osvát aforizmáinak helye e műfaj kül- és belföldi történetében megvitatásra méltó problémák? De műfaj és történet elhalványulnak a személyes ügy mellett. S Osvát Ernő sohasem hallhat meg úgy, hogy a nyugat írói és olvasói számára személyes ügy ne maradjon. Egész éjszaka egy mondaton törtem a fejem, hogy miért rossz, és nem tudtam rájönni. Mert nincs bennem annyi mondatlogikai képesség, amennyi kívánatos volna. Életem boldogsága volt, amikor megdicsért. 36 éves vagyok, és egyre kevésbé teherbíró. Itt állok, mint egy gyerek, aki nem jó dolgozatot írt, bűnbánón és elkeseredve. A legjobb akarattal volt irántam. Hálásnak kellene lennem, és szenvedek, indulatos vagyok. Az ő eszével próbálok gondolkodni, és az ő szigorúsága állít meg a munkában, még akkor is, amikor erre semmi okom sincs. Aki hozzáfordult, annak őszintén megmondta, mit gondol a műveiről. Azt mondta, ez rossz. Ez szégyenletes, ha az írás rossz volt. És nem falták fel. Sőt, még barátai is voltak. Ez csodálatos. Arra büszke vagyok, hogy a barátja maradtam annyi keserűség ellenére, amit nekem okozott. Az író írjon, mondta nekem rengetegszer. Ne adja oda az erejét más dolgoknak, hisz elveszti. De most ott tartok, le sem merek már írni semmit. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy nem volna-e kedve szabályos regényt írni.
Felajánlottam, hogy az író deákja leszek. Nevetett és azt mondta. Az okos ember mindenét magával hordja. A közönségét is. Azok az írók is, akik apáink lehettek volna, úgy álltak előtte, mintha fiai lennének. Ha tetszett neki valami, micsoda boldog szeretet áradt a lényéből az író személye felé. Rajongó fiatal éveimben nem egyszer úgy éreztem, hogy meg tudnék halni érte. Úgy nőttem föl, hogy nem volt apám, és nem voltak testvéreim. Osvát ezért is lett a mesterem. A hatalma ezért korlátlan felettem. Belevitázom, nekiírnék most is, hiába. Még mindig neki akarja az ember bebizonyítani, hogy ő igenis valaki. Apám halála után azt mondta nekem. Az ember a holtjaival is olyan viszonyban van, mint az élőkkel. Néha jobb, néha rosszabb viszonyban. Ha apád sokat szenvedett érted, annál szebb volt az élete. Ez csak olyan ember mondhatta, aki már tudta, mi az üresség. Hogy jó, ha van kiért dolgozni, szenvedni, küszködni, nyomorogni. Mert az az igazán tartalmas élet. A többi csak pótlék. Utánzat. Megkövetelte, hogy az írók szabad gondolatai lehetőleg azonosak legyenek az ő gondolataival. Ez nem igaz. Sikerült elfelejtenie önmagát és odaadnia magát mindenkinek, akit mindig szeretett. Mindig hiányzott belőle a meggyőző, átütő harcias erő. Szüksége volt valakire. Faltörő kosra. A legjobb erre a költő. Mondjuk Adi. De hát Adit sem szerette. Még csak nem is értette. Ezt meg honnan veszi? Megérzés. Milyen igazságtalan. Odaállította magát a legnagyobb költő mögé, és bűvölő táncot lejtett. Úgy tűnt, mintha ő varázsolta volna elő a dalokat. De ezt is titokban tartotta, mert tudta, csak addig igaz, amíg nem beszél róla. Fátyollal borította le önmagát. De szellemi forradalmat csinált. Szerencséje volt. Csodálatra méltó szerencse. Hát nem. Példátlan presztízse volt. És példátlan életellenessége. Soha sem élt vissza hatalmával. De mindig az utolsó cseppig fölélte. Csak olyanokat szerződtetett, akikről tudta, hogy megállnak ott, ahol meg kell állniuk. Csupa stílvirtuózt. Csak az előadandó mű hiányzott. Az váratott magára. Mert ő akart lenni az előadandó mű. Soha sem lett. Ez így biztos, hogy nem igaz. De igen. Mert ő volt az, aki ítélt, és nem engedte megírni azt, amire ő maga képtelen volt. De hát 25 év magyar irodalmának ő a keresztapja. Két jelszava volt, tehetség és szabadság. Osváttól mindenki félt. Én nem féltem. Én sem. Azt akarja, hogy ezt írjuk meg? Hogy ez jelenjen meg? Hát nem. Szegénynek mennyi betegséget kellett elszenvednie. Miskolcon volt, 920 őszén, amikor vesegyulladásos roham tört rá. Kórházba került, kétszer is megműtötték, hetekig ott tartották. Én akkor egymás után kaptam tőle a leveleket. Nem a feleségének írt, hanem nekem. Kedvesem. Csütörtök óta betegen fekszem. Lázam van. Mindig délután kezdődik, és éjfélig, egyenletesen, csendesen, 38-5-re emelkedik, majd ugyanúgy leszállva, reggelre megszűnik. Aztán délutánig bizakodhatom. Kedvesem. Talán még mához egy hétre is feküdni fogok. Írja meg nekem, hogy maga nem beteg. Hálás hiszek. Nem vagyok beteg. Megkérdeztem egy orvost a maga esetéről. A legfontosabb szerinte a gondos kezelés. És végtére is a gondos kezelés itt Pesten feltétlenül megvolna. Mikor jön?
Köszönöm. Kedvesem. A legkedvesebb szavakat. Jobban vagyok, nincs már lázam, fel is kelhetnék, el is mehetnék. Mint hiába sietnék. Jó, hogy a gyáva ember nem olvashatja előre, ami megvan számára írva. Amire gondolok, arról maga azt gondolja, túlzás. Igaz a pletyka, hogy minden nyugatnővel viszonya volt? A férfi szempontjai erősen befolyásolták. Gyakran elhomályosították az éles látását. Szóval igaz. Őt egyformán vonzotta a tehetség, akár férfiban, akár nőben nyilvánult persze, is meg. Persze. Abban a küzdelemben, amit joggal nevezhetnénk szabadságharcnak, a nők mellé is odaállt a nyugat. Épp erről írtam. Felolvasom. Ha egy szép lány ül itt, egy illető ifjúnak húga, akkor két óráig is itt tartja, s kikérdezi. Közben arra kéri, vetné le a sipkáját. Mikor megteszi, megsimogatja a haját. Aztán, hogy a kesztyűjét vetné le, s erre megsimogatja kezecskéit. És legalább 10-szer felcitálja a szerkesztőségbe, hogy a fívér verseiről tárgyaljon annak a fívérnek verseiről, akivel szóba is alig állt. Ez remek lesz majd máskor. Most használhatatlan. Utána néztem. Osváth szerkesztése alatt 53 nő publikált. Közülük 15-en csak egyetlen alkalommal. Osváthot idézem. Milyen kellemetlen szó ez? Nőíró. És milyen ismeretlenül is bájos valaki, egy írónő. Ha én lettem volna a felesége, és ezredszer is megcsal, ezredszer is megöleltem volna. És ha a felesége elsorvadt bele, hogy nem bírta egészen magához láncolni, az azért lehetett, mert nem volt elég gazdag lélek. Nem tudta felfogni, hogy ki ez az ember. Füst Milán mesélte. Beszélt egyszer Kornéliával arról, hogy Osváthtal nehéz lehet-e élni. És az asszony nem sokkal a halála előtt ezt válaszolta. Nem nehéz. Lehetetlen. Én úgy emlékszem, Osváth épp ezért mondta azt, hogy a feleségének joga volt megtennie, amit tett. Hogy joga volt megtennie? Nem szerették őt. Ez azt jelenti. Mert csak annak van joga ezt megtenni. Élni igazán csak annyi, a mások életében részt venni. Ezt Osváth írta az aforizmákban. Csak azért érdemes élni, hogy mással jót tegyünk. Ezt én írtam egy novellámban. És így folytattam. Valakiért, másért vagy másokért is lenni. Ez az egyetlen nagy célja egy ember életének. A legtisztább gyönyörűségünk az a boldogságérzet, ami a jó cselekedeteink nyomán árad bennünk. Osváth tömöre. És tisztább. Egy regényemet miatta hagytam abba. Odaadtam néhány részletet, és ő csúnyán elbánt vele. Fontosabb dolgokról kell írni, mondta. Jelentéktelent kell írni, hogy jelentékeint fejezzünk ki vele, válaszoltam. Azt én tudom, mondta gúnyosan, és nem folytatta. Arra gondolt, igen, igen, úgy kell, de nekem nem ajánlhatja, hogy így dolgozzam, mert úgy se lennék rá képes. Mindig mindent végigolvasott, rezzenéstelen arccal. Hátha az utolsó sor a jó. Ahogy leült elolvasni egy-egy novellámat, feltétlen ura volt a pillanatnak. A szigor, a biztos ítélet, a feltétlen elfogulatlanság szobra volt. Néhány éve egy jelentéktelen betegségem idején Osváth nálam járt. Többször is. Igazán boldog órák voltak. Az volt az érzésem, hogy voltaképpen szép volna így eltölteni az életet. Hallgatagon ülni, nézni, ahogy szivarozgat,
egy örökké tartó téli délutánon. Szabad íróságom azzal kezdődött, hogy egy novellámat elfogadta ugyan, de nem közölte. Vissza is adta. Nem sokkal később a New Yorkban összefutottunk. Nagyon udvarias voltam, sőt, kissé hízelegve beszéltem vele. Neki is jobb kedve lett. Gondoltam, úgy bánok vele, ahogy megérdemli. Azaz, ravaszul bókolok neki. Vitatkoztunk lényegében, ám vita közben enyhén érveltem, és néha ilyesmit csempésztem a mondataimba. Persze a te kitűnő szemed, amely mindent észrevesz, persze a te hihetetlenül gyors ítélőképességed, stb. Beszélgettünk, szivarozott, mosolygott. Egyszer egy kis szünet után hirtelen így szólt. Kérlek, azt a novellát hozd nekem vissza. És maga visszavitte, ő pedig megjelentette, mesélte már. És József Attila? Tudjátok, mit mondott nekem József Attila? Osváttól azért már igazán paralízis, hogy a nyugat lótól, összvértől, szamártól közöl verseket, de az ő megjelenése csak várat magára. Hát, voltak tévedései. De kinek nincs? Elkértem Osváttól József Attila 1925-ös bécsi levelét, hogy egyszer még lehozzuk. Nem hiszem, hogy ez éppen most aktuális lenne. Igen, tisztelt szerkesztő úr, nem tudom megállni, hogy föl ne keressem legalább ebben a levélkével. Mióta eljöttem, nyugtalanságom még jobban növekedett, s káosszá égetett világomban egyedül a szerkesztő úrral való beszélgetésem, futó beszélgetésem az, amivel tájékozódni próbálok, és próbálni merek. Érdekes ez most? Osvátról szól. Két verset is küldök, mert szerkesztő úr hozta ki belőlem azzal a pár szóval, és joga kötelessége van hozzájuk. A torz szülöttek, én nem tehetek róla. Én elhatároztam, hogy elvetélek mindent. Miért mondta ön, szerkesztő úr, azt a pár szót? Miért nem engedte, hogy megöljek magamban mindent, vagy magamat küldjem föld alatti barátaimhoz? Szépen, igen szépen kérem, szerkesztő urat, írta József Attila, válaszoljon, csak egy kicsike kis levelező lapon, hogy mit csináljak. Nem akarok addig utoljára és véglegesen öngyilkos lenni, amíg meg nem tudom bizonyosan, hogy ez igazságtalanság embertársaim ellen, vagy nem. Öngyilkosság. Ezt talán most ne. Ezt a két verset egészen magaménak érzem. Ha jók, rendelkezzék velük, szerkesztő úr. Épp úgy, mint az otthagyottakkal is. És nagyon-nagyon kérem, hogy válaszoljon. De ne szánalommal, mert azt én is tudom, hanem igazságosan. Sok szeretettel üdvözli szerkesztő urat, József Attila. Erről most szó sem lehet. Ezt tudja, ugye? De talán inkább ezt kéne. Schöflin írta az 1923-as emlékszámunkba. A nyugatot lehet dicsérni, és lehet szidni. Kinek milyen az ízlése és észjárása. De azt nem vonhatja kétségbe senki, hogy a nyugat a magyar irodalom legutóbbi másfél évtizedében márkát jelent, a nyugatban megjelent írói munka egy bizonyos színvonalat. Ez a színvonal Osváth Ernő műve, az ő kritikai tehetségének mértéke. Ő, aki fiatal kora óta nem írt kritikákat, a legintenzívebb, legeredményesebb, az írókra és a közönségre legnagyobb hatású kritikai munkát végezte valamennyiünk között. Megkönnyíteni a tehetségek érvényesülését, távol tartani az irodalomtól a hivatlanokat, magasabbra emelni a közönség igényeit az irodalommal szemben. Ez a kritikus igazi hivatása. Ezzel válhat alkotóvá. Osváth Ernő a szó igaz értelmében alkotókritikus. Soha más nem vezette, mint az irodalom érdekéről való őszinte meggyőződés. Ítéletében, állásfoglalásában nem ismert soha mellékszempontokat. Munkája, pályája példaadó mindenki számára, aki érezni tudja az irodalmi erkölcs becsét egy nemzet kulturális életében. Elhangzott a Vígszínházban 1923. május 27-én, Osváth Ernő ünnepén. És maguknak ez nem unalmas? Nem. Ezt írjuk meg. Erre emlékeztessünk mindenkit. Osváth a színház igazgatói páholyában ült. Zavartan, majdnem bánatosan. A fellépő színészek közt volt Bajor Gizi,
Darvas Lili, Ódri Árpád, a zongoránál Bartók Béla ült. A csodálatos mandarinnal köszöntötte Osvátot. És a színpadra Móri Zsigmond lépett ki elsőnek. Tisztelt közönség! Önök itt most azzal a nagy szeretettel, amellyel a nyugathoz ragaszkodnak, azzal a bizalommal, amellyel az önök előtt minden esetre ismeretlen szerkesztő e jubileumán megjelentek, voltaképp egy intim családi jelenetet provokáltak. Mert ez a mai délután valami más, mint amire ez a hajlék épült. Nem szellemi produkciók kirakata, hanem szívbeli érzések különös publikálása. Engedjék meg, hogy saját életem tükrén át megmutassam önöknek azt az embert, aki most 25 éve kezdte, nem azt, hogy kilépjen az önök színe elé, és minden tapsokon keresztül eljusson a jubileumi tapsviharhoz, hanem azt, hogy elbújjon az emberek szeme elől. Most 30 éve, 1893-ban határoztam el, mint kisdiák, hogy író leszek. Azonban 7 év múlva, 1900-ban, mikor Budapestre kerültem az egyetemre, még semmi kilátás nem volt rá, hogy ez meg is történhessék. Kezdőírónak lenni ma sem tréfa, ma, amikor végzőírónak lenni is keserves. De abban az időben sem volt. Mert akkor sem volt papír a fiatal író számára. Akkor sem volt honorárium. És ami mindennél fontosabb, nem volt semmi, de semmi célkitűzés a magyar irodalom köztudatában. Nem volt benne az, hogy szabad valamit keresni. Célkitűzés volt Arany János. Valami olyannak lenni, mint ő volt. Hát, Istenem, olyan nagy nem lehet többé senki. De az ő nyomdokain... Eltelt 1904, 1905, 1906. 27-28 éves lettem, és közben körülöttem egy új generáció sarjadt, amelyről különös emberi begubózásomban semmit sem tudtam. 1908. Azt mondja húsvét után egy szenvedő társam az újság redakciójában, az egyetlen újságíró, ez is lelke velejében igaz író, akivel szívhurrezgésekkel kötöttem egybe, a drága Elek Artúr, adjak egy elbeszélést. Osváth Ernő érdeklődik irántam, mert olvasott valami közömbös dolgot tőlem. Ahogy ezt mondta, ez volt az első sikerem az életben. A hangsúlyban volt valami. Mintha a legnagyobbat mondta volna, amiről szó lehet. Amiről ma egyáltalán beszélni lehet. Amit remélni, várni, elérni csak lehet. Valami olyan súlyos és sorsdöntő pillanat volt, valahogy úgy megnőtt előttem a lehetőség. Akkor indult meg a nyugat. Ott már éltek, napvilágon voltak, új neveknek egész áradata egyszerre. Adi Endre már nagy láng, s mellette Révész Béla, Kafka Margit és Gellért Oszkár, Bíró Lajos, Csád Géza, Szép Ernő és Kosztolányi Dezső, Jobb Dániel és Kemény Simon, Nagy Lajos és Szini Gyula, soha nem hallott új nevek, készen, s oly vígan ficánkoltak kora sihederek, elében csaptak. Nem az én mezőmön, de mezőn. Nem az én utamon, de életúton. 30. éves vénember, és hónapokig nem bírok írás cselekedni, amit odaadjak az ismeretlen Osváth Ernőnek. Messze jártam, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen kétségbeesetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, és egy késő szeptemberi napon postára adtam Osváth Ernőnek. Tudtam, nem fogok bemenni a szerkesztőségbe, hogy a választ meg ne kaphassam. De nem. Másnap reggelre kész volt egy új írás. Ha sorsdöntő volt az elküldött kézirat, ez viszont sorsmentő volt. Az új írás kellett, hogy igazoljon az előbbiért. A Szent New Yorkban várt a főpap. Ott találkoztam először Osváth Ernővel.
Sötét sarokban ült, asztalán nagy, rongyos papírboríték írásokkal tele. A körülötte levő székeken 70 újság. Angol, francia, német. Egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartotta. Inspekciót tartott éjjel-nappal, rossz fogaival harapva a szivart. Nagy pápa szeme volt, s már deresedett. Kévékben kefélte fel a hajak ezüstjét. Nézett, s mosolygott. Soká nézett, s nem szólt, csak megfigyelt. Egy apa gyöngétsége, aki fogadja a megjött fiút, s valami rögtön budjant bizalom, valami egymásra találtak ős ismerettsége volt azonnal jelen. Benyúltam a zsebembe, és odaadtam az újírást. Fölvillant a szeme, s karvaj horgas ujjakkal egy morfinista szenvedélyével vette át az új dózist, s már olvasta. Az arca feszült volt. Minden idegszál, minden izom megfeszült rajta. A szeme kidagadt, a szemüveg lencsején túl fantasztikusan kidagadt vámpír szemek. Kis barna karika, nagy fehér gömbök. Mint egy nagy kielégülés után lankadtan lélegzett fel, hogy befejezte. Rám nézett, komolyan, élesen. És én, akinek az írását eznapig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly, harcos vadlázzal néztem vissza rá. Benyúlt a zsebébe, és azt mondta kurtán. Kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írását kicseréljem ezzel. Elébem tette a régit, és zsebre vágta az újat. A régi elbeszélés egy volt a sok közül, amely eltűnt sok írásom bozótjában. Az új... az a hét krajcár volt. De hát mindannyian tudtuk, hogy az ünneplés, az idillnek látszó felszín alatt milyen ellentétek feszülnek. Gazdasági gondok, meg ami fontosabb, a szerkesztői ellentétek Babits Mihály és Osváth Ernő között. Én úgy emlékszem, Babits igen kedves volt Osváttal ezen az estén. Elmondom, hogyan kerültem én az Osváth Ernő gárdájába. A Nyugat első évfolyamában kritika jelent meg arról a híressé vált váradi verskönyvről, ami az én első darabjaimat hozta. Kiváló költő írta a kritikát, szép és okos cikk volt, de kissé szigorú. Engem alig méltatott említésre. Havasok alján csüggettem én akkor. Most jól megérteni, mit tett Osváth Ernő, ahhoz tudni kell, mi neki az írott szó, ennek az írónak, aki sohasem ír. A toll, az írás tisztelete, mint egy vallási tilalom, megnehezítette betűit, s meg sokszorozta értéküket. S ezért az a szerkesztői jegyzet, amit akkor ehhez a kritikához csatolts, amelyben kilépve a láthatatlanságból, engem, fiatal és ismeretlen költőt különösen és név szerint védelmébe fogott, ez a pár egyszerű és prózai szó a csillag alatt szinte a pátosszal hatott, mint mikor a néma megszólal. Váratlan és csodamód, hogy valami drága kincset megvédjen. Pár nap, és már levelet is kaptam tőle, messze Fogarasba, egy valóságos levelet Osváth Ernőtől. Én persze akkor még nem is tudtam, milyen nagy és ritka dolog ez. Jól őrizze, aki kapott tőle. Az én levelem csak egyetlen sor volt. De sortól kapuk tárultak, Budapest kapui a szegény vidéki költő előtt. Igen, tisztelt Uram, kérem, küldj el nekem az összes műveit. Így szólt a pesti szerkesztő levele. Nekem megmutatta Babits azt a levelet, amelyben emlékeztette Osváthot, hogy két dolgot kötött ki, amikor hosszú szünet után ismét elvállalta vele együtt a Nyugat szerkesztését. Egy nem esztétikai szempontból gyakorolható vétójogot,
és azt, hogy egyes közleményeket ő is elhelyezhessen a folyóiratban. A vétójoggal egyszer sem ért, a másik lehetőséggel is csak kivételes esetekben. Ennek ellenére Osváth rendszeresen nehézségeket támasztott vele szemben. De éveken át, még együtt szerkesztettük a Nyugatot, velem nem természetes és őszinte, hanem, hogy úgy mondjam, politikus attitűdöt foglaltál el, amely szavaidnak értékét nagyon csökkenti. Sohasem éreztem, hogy ugyanazt gondolod, amit mondasz. Nem őszinte és természetes ellenvetésekkel élsz, hanem valami különös makacsággal és hallgatagsággal. Mindez arra irányul, hogy igazán nem harcos természetemet kifárasszad. És miután egyetlen kívánságom se érvényesülhet, akadályt alul, szokjak le a kívánságokról. Gondoljuk ezt végig. Osváth fedezi fel Babicsot, hívja a Nyugathoz, de fokozatosan eltávolodnak egymástól. Idén tavasszal végképp elmérgesedik a helyzet. Annyira, hogy Babics kilép. Inkább süllyedjen el az egész Nyugat, mint hogy Osváth legyen a kapitánya. De nem süllyedt el. És van-e Magyarországon bárki, aki Osváthnak csak a bokájáig is ér? Mindig azt hittem, Osváth már csak azért sem lehet öngyilkos soha, mert épp ő az, aki dacosan szembeszegezi agyát az érthetetlennel, és nem tűri, hogy az leigázza. Küzdeni. Küzdeni a létért. Ez a boldogság. Mondják a bátrak. Nem. A küzdelem nagyon egyenetlen, feltételeiben igazságtalan. Vagy nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz. És ha az egész világ ellen van, az erős csak abban különbözik a gyengétől. Hogy egy pillanattal később esik el. Lassan már 3 hete. Babics, Sárkozy György és én hármasban dohogtunk Osváth ellen. Az új folyóirat terve is felvetődött. Úgy mentünk szét, mint akiket a közös harag megkönnyített. Másnap kinyitom az újságot. Osváth Ernő a lánya holtteste fölött öngyilkos lett. Amikor mi szíttuk, talán a lánya fuldoklását nézte, vagy a redőnyt eresztette le, hogy ne lássák, amíg szívébe ereszti a golyót. A halálával is megszégyenített. Fél éve, hogy utoljára jártam nála az Aréna úton. A liget felől májusi illatokat hozott a szél, de az ő szobáját keserű füst szag töltötte be. Az írásait égette. Könyvet már alig olvasott. Néha elővett egy kis Pascal kötetet, lapozgatott benne, majd felolvasott egy szakaszt. Az igazságot keressük, és csak bizonytalanságot találunk, a boldogságot keressük, és csak boldogtalanságot találunk. És mégsem tudunk lemondani róla. Vagy ahogy Kóbor Tamás írta. Az élet mindig rossz volt, de élni mindig jó volt. Lehúnyt szemmel ült sokáig. Váratlanul elmondta, hogy megtalált egy feljegyzést, amelyről nemrég mesélt nekem. Kértem, hogy mutassa meg. Elolvashatja, ha tud hamuból olvasni, ott van a kályhában. Nem bírtam megszólalni. Ő meg folytatta. Voltak, akik hamuból olvastak, jósoltak. Ha az ember egész életén át ezt csinálja, és erősen figyel, biztosan lehet is. Jó néhány héttel ezelőtt jártam utoljára nála. Amikor beléptem hozzá, a dolgozó szobájában állt. Egyedül, fekete téli kabátban, hálóinkben, fehér vitorlavászon nadrágban, kezét a téli kabát zsebébe dugta. Ahogy megpillantott, ellágyult a tekintete. Leültetett,
szivarral kínált. Időt se hagyva, hogy egészsége felől érdeklődjem, mert legfőjebb erről lehetett volna szó. Már is kopogtak az ajtón. Egyetlen látogatásom alkalmával sem maradt el ez a kopogás. Ágnes hívatta. Orvosságot kért tőle, vagy csak látni akarta, megsimogattatni vele a homlokát, vagy elmesélni bohó furcsa ötletét. A kopogásra fölállt, mélyet lélegzett, szemét ijesztően kimeresztette. Mint katona, aki parancsot kap, úgy sietett kifelé, elszántan, de gépiesen is, hisz ezt az utat innen, addig az ágyig már sokszor megtette. Amikor magamra maradtam, azon töprengtem, amiről mi, barátai, gyakran beszélgettünk, hogy valamelyikünknek valami formában tapintatosan elő kellene hozakodnunk azzal, amit sejtettünk, tudtuk, biztosan tudtuk, hogy lánya elvesztését nem fogja túlélni. És mihelyt ennek a szegény betegnek megáll a szíve, ő is megállítja a sajátját. Erőszakosan. Feleségének öngyilkossága után hetekig tusakodott bezárt szobájába. De akkor úrrá lett fájdalmán, mert egy halálos betegnek még szüksége volt rá. Ágnes nemrég fölhívott, hogy elpanaszolja. Nem bírja az apja idegességét, kitöréseit, kétségbeesett bocsánatkéréseit. Ilyesmit mondott. Míg anya élt, ő kapta a dürohamukat és én a kedvességét. Most mindkettőt én kapom, és nem bírom. Tanúja voltam annak is, amikor Ágnes kifakadt, hogy az apja tette őket tönkre pazarló esztelenségével, kicsapongásaival, és hogy ő miatta kellett anyjának meghalnia, mert hogy szeretőket tartott. Azon a napon, október 28-án, hétfőn, este 9 órakor és később 10 órakor is föl alá járkáltam a szobámban. Semmihez se bírtam kezdeni. 11-kor csörömbölt a telefon. Zokogó hang jelentette, hogy a leány meghalt. Alig ocsottam, a hang azt jelentette, hogy ő is meghalt. Szíven lőtte magát a leánya halottas ágyánál. Már nem él. Voltak éppen útra készen álltam. Taxit hívtam, és a kórházba hajtattam. 11:12 volt. A Rókus kórházban az ügyeletes szobában nevét már bevezették a naplóba az adatokkal. Önlövés. Az 1434-es számú rendőr jelentette az Aréna útról. 23 óra 12 perckor hozta ide a mentőkocsi, 23 óra 25 perckor halt meg. A kórházban még 13 percig élt. Ezen a napon ő volt az egyetlen öngyilkos. Kértem az alorvost, hogy engedjen föl hozzá engem és barátaimat, akik még előbb érkeztek ide. Ennek már nincs semmi értelme, mondta. Belül igazat adtam neki, de nem ezt közöltem vele. Azt mondtam, hogy kíváncsi vagyok. Ezen megütődött. Gondolkozott kicsit, majd fölkísértetett bennünket az udvaron át abba az első emeleti szobába, ahol már többször jártam. Magas bádog tolóágyon feküdt, lószőr pokróccal takarva. Oldalt villanykörte égett. Miután a szolga meggyújtotta a mennyezet lámpást, föltakarta övig. Szívetáján rózsaszín tapasszal volt beragasztva a seb. Nyitott szeme a régi tekintettel nézett, de nem ránk, hanem oldalt, az üvegszemek mozdulatlanságával. Mozdulatlanul álltunk mi is. Arra gondoltam, hogy mi mindenre emlékezett azelőtt. Hány verssorra, hány mondatra, melyeket évtizedekkel ezelőtt olvasott. Hány író munkájára, melyet egyetlen hallásra megjegyzett, nagy egészében és kis részleteiben. Mint hogy itt már semmit se tehettünk, elmentünk a lakására, hogy ott talán még tehetünk valamit. Tárva nyitva találtuk az ajtaját is. Az öngyilkos anya és az öngyilkos apa egyetlen leánya feküdt itt, akinek az volt a földi küldetése, hogy 8,5 évig sorvadjon az ágyban, hogy végül csak feketén, almaboron, morfiumon, cigarettán éljen, és 25 éves korában úgy távozzék innen,
hogy porhőveje kilóban alig nyomjon többet, mint éveinek száma. Egyedül álltam előtte. Én, aki csak a földi dolgok titokzatosságában hiszek, úgy éreztem, nem viselkedhetem úgy, mintha egyedül volnék. Beszélni kezdtem hozzá. Az előszobában újságírók várakoztak, tiszteletteljesen, mélyen leverve, mintha családtagok lennének. A háziak elmesélték a történteket. Egész nap Ágnes ágyánál tartózkodott. Késő délután dolgozó szobájában az íróasztalnál utolsó levelét írta, mely rendelkezéseit tartalmazza. A többi levelet már hónapokkal ezelőtt lepecsételte. 8 órakor a beteget, akit közben másik ágyba fektettek, mert vízpárnája folyt, maga vitte át a rendes ágyába, karjára ölelve. Nyugodtan megvacsorázott, mint rendesen, megette a lágy tojást. Majas kenyerén, melyet a tálcán hagyott, még látszott fogainak félkaréja. Átment a beteg szobába, többé nem is hagyta el. A beteg rohamot kapott, fuldokolni kezdett, kihajolt az ágyból. Miután az orvos szívzsongítót adott neki, annyira jobban lett, hogy még tréfálózott is. Mosolyogva kérdezte apjától, megijedte nagyon. 11-kor következett a második roham. Ekkor a leány így szólt, imádkozzunk. Kezeit összetéve gyerekkori imáját kezdte. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Itt abba hagyta, és ezt mondta. Félek, apa. Ő ezt velelte csöndesen, ne félj. A haldokló folytatta, ő pedig vele együtt mondta az imát, melyről tudta, hogy az ő halott imája is. De a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Közben bíztatta mind hangosabban, erélyesebben, csak nem kiabálva, ne félj, ne félj. A hátraszegett fejével, az uzmarása lobogó hajával, a keményen pillantó szemével, mint mikor haragudott, s roppant erélyes volt. Ne félj! A leány a fejét rázta. Már nem félek, csak te is imádkozz. 3-szor egymás után mondták el ezt az imát együtt. Akkor ő az orvosra nézett. Adj neki még egy injekciót. A haldokló a fejét rázta. Már nem kell. Jól érzem magam. Megint imádkozott. Anyja arcképére tekintett. Anyához megyek. Most az apa bíztatta. Imádkozzunk. Egyre erősebben hallatszott szavának rettenetes, harsány, éles staccatója. Ne félj, ne félj! Valami önkívületes meggyőződéssel, mintha arról biztosítaná, hogy az élet és halál semmiségének valahol értelme és föloldása lehet. Még egyszer belefogtak az imába. Aztán a leány hangja elhalt, csak még az apáé hallatszott. Később az se hallatszott. Patakzó szemmel lépett az orvos az ebédlőbe. Ő nagy léptekkel a halottas ágytól az ablakig sétált, majd vissza, gyorsabban. Hirtelen magára zárta az ajtót. Az orvos azt hitte, hogy egyedül akar maradni, tisztelte az apa fájdalmát, de rosszat sejtve a fürdőszobához vezető ajtóhoz rohant, de mire odaért, az is bezárult kemény kattanással. A következő pillanatban azt hallotta, hogy valaki benn keményen csattogtatva engedi le a görredőnyt. Fölkapta a telefonkagylót, de mire letette? Eldördült a pisztoly. Mire a mentők odaérkeztek, a szobában teljes csönd volt. Feltörték az ajtót a rendőr jelenlétében. Ott feküdt a földön, hanyat bukva. Halott leánya ágya előtt nyitott véres ingel. Öntudatát elvesztette. De még élt. Érverése működött, gyengén lélegzett. A mentők hordágyra tették, s elszállították oda, ahonnan mi ide érkeztünk. Hajnalodott, mire hazaértem. Akkor egyszerre láttam őt. Azt a képet,
mely talán élesül emlékezetemben, s belerögződik örökre. Láttam őt azon az estén, mikor 25 éves működése alkalmából ünnepeltük. Már szenvedő alakját s ezüst fejét egy étteremben, körötte sok-sok íróval, patkó alakú asztal körül, amint beszél, poharát a sárga borral magasra emelve, de nem hivatalos nagyságokat köszöntve, csak ennyit mondva, a szófukar emberek egyszerűségével. Éljen a magyar irodalom! Éljen a magyar irodalom! És mit fogunk leadni a nyomdába? Nem várnak tovább. Mi jelenjen meg? Az, amit te írtál. Ezzel emlékezzünk rá. Osváth Ernő a Nyugatnak alapítása óta szerkesztője, és az új magyar irodalom igazi vezére 1929. október 28-án meghalt. Búcsúlevelében azt kívánta, hogy temetésén csend legyen, sírja jeltelen maradjon. És a Nyugat ebből az alkalomból csak annyira foglalkozzék vele, amennyire az elengedhetetlen. Tőle tanultam. A jó kritikus olyan, mint a jó kiadó. Nem csak a munkát fizeti meg tisztességesen, de előleget is ad a költő legközelebbi művére. Tőle tanultam. A jó szerkesztő nem a lapot, hanem az írókat szerkeszti. Tőle tanultam. A legmagasabb kritikusi tekintély az, amikor a kritikusnak már csak az igennyére vagy a nemnyére kíváncsi az ember. Tőle tanultam. Művészi munka megítélésében csak az engedékenység felé szabad hibát csinálni. A szigorúság felé soha. Tőle tanultam. A tanítványnak el szabad hagyni hűtlenül a mestert, de a mesternek a tanítványt. Soha. Elhangzott Osváth, töredékek a legendából. Babics Mihály, Elek Artúr, Füst Milán, Gyulai Márta, Hambas Béla, Íjés Gyula, József Attila, Kassák Lajos, Kóbor Tamás, Kosztolányi Dezső, Ignótus, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Németh László, Osváth Ernő, Reihárd Piroska, Söpflin Aladár és Szép Ernő írásai alapján, Fráter Zoltán és Szilágyi Judit tanulmányainak figyelembevételével írta és rendezte Sólyom András. Közreműködött a Nyugat szerkesztőségében Kovács Adél, Gálfi László, Schneider Zoltán, valamint Osváth Ernő szerepében Mácsai Pál, Babics Mihály szerepében Bálint András, Móricz Zsigmond szerepében Csúlya Imre. A hangfelvételt Kornides Tamás készítette, zenei szerkesztő Kakó Gyula, dramaturg Soltenszky Tibor. A hangfelvétel 2009-ben készült.